Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 66. Zsoltár első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek. El a helyünket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai Isten tiszteletünk valamennyi résztvevőjét. Ez az első családi Isten tiszteletünk ebben az esztendőben. Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Elszoktunk egy kicsit a felsősöknél, gimnazistáknál az ekkora sokadalomtól. Remélem, hogy így látlak majd benneteket, meg így látom a családtagjaitokat is végig. A tanév során Isten hozott mindenkit a mai Isten tiszteleten, és külön is sok szeretettel köszöntöm azt a családot, akik kisgyermeküket hozták el közénk ezen a vasárnapon. Egy pici lányt fogunk megkeresztelni majd az Isten tisztelet folytatásában, és hát annyi a különlegesség ennek a keresztelésnek, hogy mindketten, mindkét szülő, anyuka is, apuka is, egykor a mi diákjaink, a mi iskolánk diákjai voltak. Készüljünk is a keresztelésre, énekeljük a 329. dicséret második versét, amely így kezdődik, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők és keresztszülők, Isten házában, és áldást kérünk gyermeketekre. Hálaadással veletek együtt köszönjük Istennek,
hogy épségben életre segítette őt, és hogy megőrizte az édesanyja életét. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Egyetlen rövid igeverssel hadd egészítsem ki Istenünk bennünket most megszólító igéjét, úgy, ahogyan előttünk áll a missziói parancs mellett, a harmadik Jánosi levélből, János apostol közönséges harmadik leveléből, az első rész negyedik versét olvasom eképpen. Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család! Amikor erről az igazságról hallunk, akkor eszünkbe juthat a missziói parancs kapcsán az a tény, hogy a tanítványok, a Jézus közellevők igazán értették, hogy mit jelent ez az igazság. Értették, és hiszem, hogy a mostani alkalommal ti is azért vagytok most itt együtt az Úrházában az Úr színe előtt, mert nem csak a tanítványoknak szólt ez az igazság, az út, az élet és az igazság az ő szavaival és példájával, hanem a ti személyes életeteket is így tudta és így tudja szüntelenül formálni és megszólítani. Mi ez az igazság? Az az igazság, amit ti is hallottatok, nem csak a kedves szülők, de a keresztszülők is így hallhatták hosszú éveken keresztül, hogy milyen jó megmaradni ebben az igazságban, a világ világosságában, aki mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez az igazság az, ami után nincsenek kérdések. Ez az igazság teszi a tanítványok szívét is készé arra, hogy amikor megkapják a missziói parancsot, ne legyen kérdésük. Nincsenek észrevételeik, nincsen kérdésük, sóhajuk, panaszuk, hanem mennek és próbálják teljesíteni azt, ami Isten akarata az ő életükre nézve. Az, hogy gyermeketeket most elhoztátok, az, hogy szeretnétek, hogy ő is befogadtasson a nagy lelki családba, az Anya Szent Egyház közösségébe, ennek a tanúja. Erről tanúskodik, erről beszél az, hogy ti most itt vagytok együtt az Isten közelségében. Hogy ti ezt az igazságot magatokénak érzitek, hogy azt az igazságot, amiről Krisztus egész életével tanított, amiről ő beszélt és meg is cselekedte az Isten akaratát, hogy ebben az igazságban ti magatok is nevelkedtetek, és jónak látjátok, mert Isten engedi, hogy jónak lássátok, hogy ezt az igazságot tovább adjátok ennek a kicsiny életnek. Most, amikor megköszönjük őt a kegyelmes Istennek, hogy nem csak életre segítette, hanem valóban 6 hónapon keresztül, és reméljük még nagyon hosszú ideig, táplálja, gondozza, őrzi őt életében. Jöjjetek, köszönjük meg Istennek azt is, hogy ez az igazság az ő számára és mindannyiunk számára el van készítve. A német Biblia fordítás, hadd mondjam ezt el, mert nagyon szép gondolat ez, tovább megy és azt mondja, boldog mindenki, aki nem csak ebben az igazságban marad, hanem egész életét így éli, igazságban élnek. Boldogok vagyunk, ha ezt az igazságot keressük. Jézus Krisztus, ahogy említettem, megtanultuk, jól tudjuk, maga az út, az igazság és az élet. Ez az út, ez az igazság és ez az élet, ennek a kicsiny életnek is elkészítetett. Mert Isten jónak látta, és mi ennek felettébb örülünk, hálás szívvel köszöntünk benneteket, és kérjük, hogy Isten áldja meg az ő kicsiny életét és mindannyiunk életét. Most, amikor hallottuk Istenünk hívását, jöjjetek a testvérekkel, a keresztény gyülekezettel együtt, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt fennállva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy ezt a gyermeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek hát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok? A szülőknek, keresztszülőknek és a családnak minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Forduljunk most imádságban a mi Urunkhoz. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt. Ezért a kicsiny életért, akit nekünk is ajándékoztál. Kérünk téged, őrizd meg, és engedd, hogy testi-lelki épségben a te dicsőségedre nevekedhessen fel. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé. Segíts minket is, hogy élő hitű, Krisztus Urunkat igazán követő, fele barátainkat tiszta szívből szerető gyülekezetté válhassunk. Segíts, hogy a ma tett fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul és a te szent neved dicsőségére élhessünk. Amen. Júlia, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelem Istene cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedhessen testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és embertársa elviselésében, szeretetében. Ámen. Kérjünk áldást most megkeresztelt kicsiny gyermekünk és az ő családjának életére a 134. Zsoltárunk utolsó, harmadik énekversének eléneklésével. A gyülekezet foglalja a helyét, és a 266. dicséretet énekeljük nagy énekként. Énekeljük az énekünket valamennyi énekversével.
Eddig csak kerestem, ma pedig megleltem, nem is kell más nekem, itt van az ölemben. Átölelt és csendesen, szíve az én szívem, álmodik szépeket, mosolyog édesen. Mellette testvére, szenderek kedvesen, templomnak hűvöse altatja rendesen. Lányom a vállamat megérinti lágyan, mennyei boldogság, teljesült ma vágyam. Két unokám hoztam el Isten házába, a boldogság ma itt van újra a lelkemben. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek. Boldogok azok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük. Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igazuk, mert békesség lesz körülöttük. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakontúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat. Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nem csak néznek, hanem látnak is. Boldogok, akik lenni is tudnak nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulok és nem kiborulok többé. Boldogok, akik mentség nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra. Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak. Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői. Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat, és békésen a nagy eseményeket, mert ők messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. Boldogok, akik jó indulattal értelmezik mások gondolásait akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szeliden szólnak, mert Jézus nyomában járnak. Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük. Mint pillangó, száll a boldogság, megpihen könnyű ágon. Számára nincs fogság, nem lehet kalickába zárnom. Hiába keresni, kergetni, csak kiszökik kezünkből. Közel kell engedni, adni neki az életünkből. Néha csak csöndesen alászál, majd szívedben megpihen, tán később a vártnál, és egyszer, idővel, ellibben. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, sokszor feledkezünk meg egy nagyon fontos dologról, a háláról. Köszönetet mondani mindazért, amink van, amit kaptunk, amitől nem kell tartanunk. Hálát adni azért, hogy útmutatást adsz nekünk. Elárulod, hogyan lehetünk boldogok. Elárulod, hogyan követhetünk téged egy rideg világban, s hogy tarthatjuk meg a szívünket a segítségeddel. De ennek most vége. A mai napon egy templomnyi felnőtt és diák köszöni meg neked, hogy mindig ott vagy körülöttünk. Köszönjük, hogy a boldog mondásokkal megmutattad, nem a földi értékek tesznek igazán boldogokká, hogy a pillanatnyi örömnél te többet tudsz adni, a boldogságot. Kérünk téged továbbra is, továbbra se vedd le utunkról a szemed, s ha rossz irányba tévednénk, te vezess vissza minket. Ámen. Készüljünk az igehirdetésre a 167. dicséret első versét énekelve, amik kitetszenek keresni, nagyon szépen köszönjük a boldog mondásokat, meg mindazt, amit hozzá tettek a 12. osztályosaink. Valószínű mindenki rájött, hogy ezek a csinos felnőtt lányok, érett férfiak, a legidősebbjei az iskolánknak. Köszönjük szépen, gyerekek, és köszönjük a tanárnéninek, tanárnéniknek is.
ami segítségünk, együttlétünk további részének megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni ezen a vasárnapon, írva található egyrészt abban a bibliai szakaszban, amelyet hallottunk a boldogmondásokban, a Máté írása szerint evangélium 5. fejezetében, illetve annak a bevezető mondataiban. Ezt az utóbbit olvasom, az 5. fejezet 1. és 2. versét. Amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: boldogok. A boldogságról volt szó, arról beszéltek a gyerekek, a boldogságról van szó a bibliai szakaszban. Azonban valahogy egészen másként, mint ahogyan mi elgondoljuk a boldogságot. Az idősebbek biztosan emlékeznek rá, valamikor volt egy nagy sláger, ami úgy kezdődött: minden ember boldog akar lenni. És tényleg így van, minden ember keresi a boldogságot, minden ember vágyik a boldogságra, minden ember szeretne boldog lenni. Én nem gondolom, hogy élne a világon olyan ember, aki azt mondja, hogy alig várom, hogy boldogtalan legyek. A boldogság után vágyakozunk, keressük a boldogságot. És hogy mennyi mindenről lehet szó akkor, amikor a boldogságról beszélünk, azt tudjuk a mindennapi beszélgetéseinkből, meg mennyi mindenről lehet szó, azt halljuk, hallottuk a gyerekeknek a boldogmondásaiból, hadd nevezzem így azokat az egy-egy mondatokat, amiket elénk hoztak, fantasztikusak voltak. Azonban, hogy mi a boldogság, mi annak a titka, arról Jézus valami egészen másként beszél, mint ahogyan a mindennapokban arról gondolkodunk, és mint ahogyan bár az inkább közelített hozzá, ahogyan a gyerekek erről azokban az egymondatokban beszéltek. A boldogság Jézus szerint valami egészen más. De kezdjük az elején. Ezek a mondatok, az úgynevezett boldogmondások, amelyeknek a legelső szava 9-szer egymás után az, hogy boldogok, a Máté evangéliuma 5. részében tulajdonképpen Jézus bemutatkozása. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus programbeszédje, talán manapság így neveznék. A hegyi beszédről van szó, 3 fejezeten keresztül tanít Jézus arról, hogy ő szerinte milyen az emberi élet, milyennek kell lenni, az Úristen hogyan viszonyul az emberhez, és az ember hogyan viszonyulhat az Úristenhez. 3 fejezeten keresztül halljuk. És a bevezető szavak, amelyeket olvastam, hadd olvassam még egyszer, így hangzanak: amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Képzeljük magunk elé a képet, ott van valahol Jézus a tanítványaival a genezáreti tó partján, meg is van az a hely, legalábbis azt tartják arról a helyről, hogy az a 8 boldogság hegye, ahol a boldog mondások elhangoztak. Képzeljük magunk elé a képet, ott van Jézus a tanítványaival, gyűlnek hozzá az emberek minden irányból, szeretnék látni, szeretnék hallgatni. És Jézus letelepszik ott a hegyoldalban, és elkezd tanítani. Vannak, akik azt mondják, hogy igazából Jézus nem a sokaságnak akar szólni, nem azoknak a sokfelől odajött embereknek, hanem a tanítványoknak,
azoknak a keveseknek, akik ott vannak körülötte. Én meg vagyok győződve, hogy nem így van. Egészen biztos vagyok abban, hogy Jézus mindenkinek szólott. Mindenkit tanít. Mindenkit megszólít azokkal a mondatokkal, amelyeket elmond. Mert biztosan tudja, ha valaki, akkor ő biztosan tudja, hogy azoknak az embereknek, akik ott vannak körülötte, azoknak szüksége van arra, hogy hallják mindazt, amit ő elmond. És ami talán a mi számunkra megdöbbentő lehet, elgondolkodtató lehet, az lehet, hogy azoknak a számára, akik ott körülvették Jézus, nem volt annyira meglepő és megdöbbentő. A legelső dolog, amiről Jézus beszél, a boldogság. Mert el akarja mondani, tudatosítani akarja a hallgatóságában, hogy az Úristen nem boldogtalan emberek tömegét akarja látni ebben a világban. Az Úristen boldogságra teremtett bennünket. Az Úristen azt szeretné, hogy boldog emberek tömege, sokasága legyen ebben a világban. Nem szereti az Úristen a szomorúságot, a keserűséget, a kiégettséget, a kétségbeesést. Az Úristen úgy rakta össze ezt a világot, és úgy rakta össze ebben a világban a mindenkori embernek az életét, hogy az lehet boldog. És Jézus segít, hogy a boldogság titkát azok az emberek, akik ott vannak körülötte, megismerjék. És utaltam rá már az előbb, ez valami egészen más, mint ahogyan gondolkodunk mi általában a boldogságról. Ez valami egészen más. Lehet, hogy mi 2 évezreddel később, amikor halljuk Jézusnak a szavait, megdöbbenünk, hogy ő szerinte ez a boldogság. Azok az emberek, akik ott voltak körülötte, egészen biztos vagyok, hogy nem voltak ennyire megdöbbenve, mint mi, amikor halljuk ezeket a mondatokat, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok a sírók, boldogok, akiket üldöznek, és így tovább. Azok az emberek pontosan értették, hogy miről van szó. Mert tudták, hogy az a boldog ember, aki tudja, hogy az Isten kezében van, az Isten szeretetében él. Az a boldog ember, aki egészen biztos abban, hogy az Úristen őt minden élethelyzetben hordozza, minden élethelyzetben vigyáz rá, az Úristen a tenyerén hordozza. Az a boldog ember, aki ismeri az Istent. Az a boldog ember, aki ismeri a törvényt, az Isten rendjét, amit ennek a világnak adott. Az a boldog ember, aki bele tud igazodni ebben a rendben. És ettől kezdve, hogyha így értjük, így halljuk Jézusnak a szavait, bizony valami egészen más hangsúlyt kapnak. Hiszen mindaz, amit Jézus elmond, ez nem egyéb, mint az apró részletekre bontása annak, amiről a Biblia úgy beszél, hogy boldogság. Majd, ugye, ez a bevezető alkalom, majd a felsős és gimnazista családi istentiszteletek alkalmával sorra vesszük egyenként ezeket a boldog mondásokat. De most az elején csak azért, hogy tudjunk rajta gondolkodni és jól gondolkodjunk, egyetlen dolgot hadd mondjak el. Általánosan igaz ez mindegyikre. Boldogok a lelki szegények, mondjuk így hangzik az első boldog mondás, mert övék a mennyek országa. Kik a boldogok? Tehetjük fel a kérdést. A lelki szegények. És miért boldogok? Mert övék a mennyek országa. Mindegyik valamennyi boldog mondásban benne van ez a kettősség. Boldog a síró ember,
boldog a szelíd ember, boldog a békességre törekvő ember, mert teszi azt, amit az Úristen neki ajándékba adott, éli azt az életet, amit az Úristentől kapott, és mert tudja, hogy annak az életnek van jövője. Annak az életnek van Istentől kapott válasza. Boldogok, mert övék a mennyek országa. Boldogok, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, mert örökségül bírják a földet, és így tovább. Azaz, ha elindulsz azon az úton, amit Jézus a boldogság útjának nevez, akkor menet közben azt tapasztalod meg, hogy ajándékok özöne jelenik meg az életedben. Az Istentől kapott ajándékoknak valami egészen különleges sokasága, amivel az Úristen bearanyozza az életedet, amivel az Úristen boldoggá tesz. És egy pillanatban eljutsz odáig, hogy igaza van Jézusnak. Igaza van. Nem azoknak van igaza, akik ebben, abban, amabban keresik ebben a világban a boldogságot. Neki van igaza. Azt kívánom mindenkinek, aki most itt van ezen az Isten tiszteleten, hogy a következő alkalmakon majd próbáljunk rá hangolódni ezekre a gyönyörű jézusi mondatokra, megérteni, hogy mi az, amivel biztat, mi az, amivel segít, mi az, amivel megajándékoz bennünket az Isten. Amen. Az előbb már énekelt 167. dicséret második versét énekeljük. Így válaszoljunk az ígére, dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy boldog életet készítettél nekünk, és áldunk, hogy az Úr Jézustól megtudhatjuk, megtanulhatjuk, kik a boldogok. Te tudod, hogy először talán, amikor halljuk Jézus szavait, tiltakozás születik a szívünkben, már hogy lehetnének boldogok, akikről Jézus beszél. De áldunk, hogy őt követve, tőle tanulva, az életünket oda szentelve neki, úton járva megtanulhatjuk, hogy Jézus nem a levegőbe beszél, tényleg azok a boldogok, akiket ő annak mond. Áldunk téged, hogy ismerkedhetünk a boldogság titkával a következő hetekben, hónapokban, és segíts bennünket, hogy hadd legyen ez az ismerkedés áldottá, ajándékká mindannyiunk életében. Arra kérünk, légy velünk ma és a következő napokban, őrizz, oltalmazz bennünket, segíts meg, hogy miközben talán keressük a boldogságot, hadd tudjunk rácsodálkozni arra, hogy hiszen a te gondolatodban, a te szeretetedben, a te ajándékaiddal mi már most
boldogok lehetnénk. Kérünk, Jézus nevében hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelkedjék meg a mennyek, jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miket mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenekelőtt azt szeretném hirdetni, hogy ránk következő vasárnap, október első vasárnapján megterítjük az úrasztalát. Szeretettel hívunk, várunk mindenkit, idősebbeket, fiatalabbakat az úrvacsorai közösségbe. Ránk következő vasárnap 9 órakor a Csertán Márton otthonban és Tasszáron, 10 órakor itt a templomban lesz istentisztelet, 10 órakor tartunk gyermekistentiszteletet és várjuk a kisebbeket, és délután 5 órakor a Szondi utcában lesz ugyancsak istentisztelet. Mint az öreg otthonokban, mind a Szondi utcában megterítjük az úrasztalát ugyanúgy, mint itt a templomban. Hirdettük több alkalommal, hogy október 1-én szombaton 8 órától, ekkor lesz az indulás ideje itt a templom előtt, délután 4-5 óráig gyülekezeti kirándulásra várjuk a gyülekezet tagjait, nem csak az idősebbeket, szívesen látunk ott fiatalokat is. És akkor szombaton reggel 8-ra várjuk azokat, akik jelentkeztek a kis hirdetőlap szerint. Itt a templomnál innen fogunk indulni. Szeretném a gyülekezet figyelmébe ajánlani, hogy a gyülekezeti házban még megtekinthető Révész Csilla fotókiállítás a Csöndjeidben, Uram, a fotókiállításnak az összefoglaló címe. Szívesen ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, aki még nem látta. Most az istentisztelet után is el lehet ballagni a gyülekezeti házba, és meg lehet tekinteni. Azt is szeretném elmondani, hogy a hétfői mága koncertnek a bevétele és az oda csatlakozó adományok összege összesen 533.000 forint volt. Köszönjük mindenkinek, aki itt volt, és köszönjük az adományokat is. És végül szeretném figyelmébe ajánlani a gyülekezetnek az adakozást, tudván a jó szívű adakozót szereti az Isten, és ahogyan az iskolában, a szülői értekezleteken ígértük, mostantól újra bevezetjük azt a régi szokást, hogy külön nyilvántartjuk a családi istentiszteleteknek a persely pénzét, aztán kitaláljuk, hogy milyen jó célra lehet majd az iskola szolgálatában fordítani. Kérem, hogy ezt tudva helyezze el ki az adományát. Befejezésül az áldás vétele előtt a 434. dicséretet énekeljük, valamennyi mind a négy versét. Az első vers itt kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Utána pedig nemzeti imádságunkat is énekeljük, és legvégül vegyük majd Isten áldását.
mindezek után a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.